Szombaton Dunaújvárosban 16 óra 30 perckor rendkívül fontos találkozót játszik a Szolnoki Röplabda Klub. Tét ugyanis az NB1-ben maradás. A párharc az egyik fél második győzelméig tart. Ilyenkor nehéz esélyt latolgatni, egy ilyen párharcban bármi megtörténhet. A szezonbéli teljesítmény alapján azért talán valamivel esélyesebb a Dunafer, de a Szolnok is okozott már több meglepetést. Hazai pályán például 3-1-re legyőzték a pirosfehéreket. Igaz, idegenben ugyanennyire ki is kaptak. A második meccset csütörtökön 19 órakor játsszák a Tiszaligetben, ha kell, akkor a harmadikat pedig április 14-én vasárnap Dunaújvárosban. Az alapszakasz elsőségért győznie kell az Olajnak, ha nem akar másik meccsre figyelni. A mieink megyei rangadóval zárják a bajnokság ezen szakaszát, hiszen a Jászberény vendégei lesznek. Sok nyitott kérdés van még a tabellán. Annyi biztos, hogy a jelenlegi első négy helyezett, azaz a Szolnok, a Jászberény, a Szombathely és a Körmend már biztos tagja a felsőháznak, de az ötödik helyre befutó csapat kiléte még kérdőjeles. Erre a pozícióra még 5 csapat pályázik eséllyel. Az biztos, hogy a Szolnok nem végezhet a másodiknál rosszabb pozícióban, míg a Jászberény negyedik helye tűnik biztosnak, bár ha győznek szombaton, a Falkó pedig kikap a TF otthonában, amire azért valljuk be nincs sok esély, akkor feljönnek a harmadik helyre. A bajnoki címvédő Olajt pedig az ág is húzza, a sok sérült mellé elveszítette amerikai irányítóját Andrew Rose-it is, aki családi okokra hivatkozva hazautazott az Egyesült Államokba. A 18 órakor kezdődő találkozóra az összes vendégjegy elfogyott, és vélhetően a hazai szektorokban sem lehet majd egy gombos tűt sem leejteni. Vasárnap 16 órakor a Szolnoki MÁV FC lép pályára a 3 pont reményében. Ellenfele a Füzes Gyarmat lesz idegenben, mely üde színfoltja a bajnokságnak. A Békés megyeiek az utóbbi 2 fordulóban 8 gólt szereztek. 3-0-ra verték az Egert és 5-0-ra a Deacot. Gólzsákjuk Székely Dávid 12 találatnál jár, amivel negyedik a góllövő listán. A két csapat őszi találkozóját a MÁV nyerte 2-1-re. Akkor Tisza Kálmán és Kun László szereztek gólt a mieinknél, a 74. percben pedig Raduku szépített. A Füzes Gyarmat még a dobogóra is esélyes, hiszen negyedik helyen állnak 40 ponttal. A MÁV-nak 47 pontja van.